Köszönöm szépen, hogy eljöttek. A Fidesz nagyon zavarja az a tiltakozás hullám, ami az elmúlt hetekben kialakult a rabszolgatörvény ellen és a magyar demokrácia visszaállításáért. Nagyon zavarja őket, de nagyon reménykednek abban, hogy majd az európai parlamenti választásokon egy viszonylag elfogadható eredmény számukra esetleg legitimálja a hatalmukat. Azt azonban tudni kell, hogy amíg maradnak ezek a viszonyok, addig nem beszélhetünk valódi választásról. A mostani tiltakozásunknak és a mostani akciónknak több célja van. Az egyik az, hogy elmondjuk, hogy mit jelent az, hogy a szabad sajtóért küzdünk, milyen konkrét feltételei vannak annak, hogy Magyarországon szabad sajtóról beszéljünk. Az egyik konkrét feltétele és konkrét követelésünk az, hogy Papp Dánielt, a hírhamisító Papp Dánielt mentsék fel a posztjáról, vagy mondjon le, hogyha úgy neki szed, vagy mentsék fel a posztjáról, hogy az MTVA-nak olyan vezérigazgatót nevezzenek ki, amelyiknél konszenzus van a kormány és az ellenzék között. Nyilvánvalóan, amíg ez nem változik meg, addig nem beszélhetünk független közmédiáról. Erre az elmúlt években számos példát láttunk. A tegnapi napnak az egészen botrányos Lomnici interjúja az a legutolsó, de az egyik legeklatánsabb példája ennek. Tehát le kell mondania, vagy le kell váltania az MTVA hírhamisító igazgatóját. A második cél nagyon konkrét és nagyon egyértelmű, a fizetett kormány propagandát be kell tiltani. Be kell tiltatni, törvényileg meg kell tiltatni, amíg a kormány több 10 milliárdot, tavaly 50 milliárdot fizethet arra, hogy elérje az embereket az ő véleményével, az ellenzéknek pedig ennek töredékére van lehetősége, nem beszélhetünk választásokról, csak bohóckodásról. Ami a képviselő asszonnyal a jövetelünk célja és az itt létünk konkrét célja, az pedig kettő követelés. Mindenképpen meg szeretnénk várni és el szeretnénk érni, hogy a hírhamisító igazgató Papp Dániel beszéljen velünk. Amit tegnap művelt, az természetesen nem beszélgetés volt, hanem az egy kommunikációs tanácsadói által tanácsolt előadás, semmiképpen sem az, amit szeretnénk. Mi ezt meg fogjuk várni, ezt a hetet erre rászánjuk, itt leszünk, és ahogy van ideje, állunk a rendelkezésére. Ma beszélhettünk Dobos Menyhérttel, aki egy másik cégnek a vezetője. Erre nem készültünk, nem is válaszolt semmit, mégis nagyon sok minden kiderült. Én javaslom, hogy nézzék meg azt az interjút. Nagyon sok mindent meg lehet érteni abból, hogy mi zajlik Magyarországon. Végül annyit szeretnék elmondani, hogy többször panaszkodtak, és tegnap Papp Dániel is panaszkodott, hogy félnek tőlünk. Nem egészen értem, hogyha még nem világos számára, bárhogy is gúnyolódnak, lehet, hogy elhiszi azt, amit a híradóban mondanak, hogy én valamiféle pókember lennék, nincsen ilyen különleges erőm, tehát nem kell félniük, én nem tudok 4 biztonsági őrt sem leküzdeni, Szél Bernadett sem tud leküzdeni. Mégis azt gondolom, hogy van oka félelemre, de nem tőlünk, hanem a magyar néptől, de ez nem csoda, ezt magának köszönheti. A magyarok többségének elege van ebből az egészen aljas, mocskos és az 50-es éveket idéző propaganda hadjáratból. Átadom a szót Szél Bernadett képviselőtársamnak. Köszönjük, és direkt állunk ebben a pozícióban, ugyanis el szeretnénk érni azt, hogy az itt jelenlevő számos propaganda médiában az Európai Ügyészségről szóló aláírásgyűjtés téma legyen. Ezért van itt fölöttünk ez az ív, és ezért állunk e pult mögött. És mi azért jöttünk be most a közmédiába, mert nem vagyunk hajlandóak csendben beletörődni 2 dologba. Az egyik az, hogy itt elégetik az adófizetők pénzét kormánycélokra, a Fidesz céljaira. A másik pedig az, hogy nem vagyunk hajlandóak eltűrni, hogy kidobnak minket az ajtón. Mi olyan képviselők vagyunk, akiket, hogyha kidobnak az ajtón, akkor visszajövünk. Vagy az ajtón, vagy az ablakon, de visszajövünk. Ugyanis ez nem eljárás. Ebben az országban egyelőre nem verőlegények írják a törvényeket, hanem országgyűlési képviselők. Ha Orbán Viktoron múlik, könnyen elképzelhető, hogy hamarosan verőlegények fogják írni a törvényeket, de mi nem akarjuk, hogy rajta múljon. Ezért
mi elvárjuk, hogy az országgyűlési képviselőknek a jogait garantálják ebben az épületben. Ez nem a Fidesznek a bárja, ez nem a Fidesz egyik oligarchájának a jachtklubja, ez nem valami ibizai szórakozóhely, ahova el lehet menni mulatni, és ez nem egy magárepülőgép. Ennek az intézménynek a neve itt mögöttem, ez a közmédia, ez a közép. Az pedig egy nonsens, hogy ezek az emberek, akik itt dolgoznak, beleértve a hírhamisítót, meg a másikat, aki nem tudja, hogy mennyi pénzzel gazdálkodik, meg nem tudja, hogy kivezényli a biztonsági őröket az általa vezetett intézményben, az azt gondolja, hogy az a párbeszéd, hogy odajön és kioszt két országgyűlési képviselő. Hát nem. Úgyhogy a magunk részéről azt tudjuk mondani, hogy ki fogunk tartani önökért, tisztelt választópolgárok, és szándékosan mondtam, hogy nem csak az ellenzéki választópolgárokért, hanem mindenkiért, akinek a pénze ebben az intézményben benne van. Ugyanis a közmédiának vannak játékszabályai. És a közmédiának az egyik játékszabálya az az, hogy az országnak egységesen minden politikai nézetét közvetíteni kell. És ezek a fiúk ott bent nem ezt csinálják, hanem jelenleg úgy működik a rendszer, hogy megpróbálnak úgy csinálni, mintha mi követnénk el jogsértést. Erről szó nincsen. Ők zárnak ki minket ebből az épületből, ma reggel teszteltük a rendszert, a tegnapi jogtalanságok után ma reggel sem engedtek be minket az épületbe, ahol Pap Dániel dolgozik, aki úgy gondolja, hogy Hadházi Ákosnak megírja a levélben, hogy ő vele nem fog diskurálni. Hát nem. Bementünk, bepróbáltunk menni ma reggel, nem engedtek minket, most viszont ezt újra meg fogjuk tenni, és amennyiben nem sikerül, megint ki fogjuk hívni a rendőrséget. Ugyanis, tisztelt választópolgárok, a közmédiában jelenleg nem jönnek be a rendőrök. Ott van egy rakat, verőlegény, különböző fegyverekkel, és nem engedik be a magyar rendőrséget. Holott, ha valakinek joga lenne bemenni ebbe az épületbe, az országgyűlési képviselők mellett, azok a rendőrség. Kit véd a magyar rendőrség ilyenkor? Mert hogy nem a választópolgárokat, és nem az országgyűlési képviselőket, az biztos. Úgyhogy a sajtótájékoztató után próbát fogunk tenni arra, hogy vajon beengednek-e minket az épületbe, és ha nem, akkor megint ki fogjuk hívni a rendőrséget, és arra kérünk mindenkit, hogy vigye a hírét a világba annak, hogy mit művel a magyar rendőrség koprodukcióban a magyar közmédiával. És még egy dolgot el szeretnék mondani. Ez, amit mi itt elkezdtünk csinálni, ez valaminek a kezdete. Nem a folyamat közepe, és nem is a vége. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy kőkemény fába vágtuk a fejszénket, ugyanis pontosan tudjuk, hogy hatalmas túlerővel szembe megyünk. Viszont azt is tudjuk, hogy nagyon sokan vannak velünk, és mi számíthatunk ezekre az emberekre, számíthatunk a kollégáinkra, számíthatunk a magyar választópolgárokra, és ezért ki fogunk tartani. Nem számítunk gyors eredményre, mert láthatóan ők csak az erőből értenek, viszont jelen akarunk lenni, és el akarjuk érni azt, hogy a legsúlyosabb jogtalanságok, azok ne maradjanak szó nélkül ebben az országban, és azt is el akarjuk érni, és ez a végső célunk, hogy ebben az országban ilyen jogtalanságok soha többé ne fordulhassanak elő. Átadom mindjárt a szót, de szeretném képviselőasszony szavait kiegészíteni. Ő is beszélt az Európai Uniós ügyészségről. Annyit el szeretnék mondani, hogy jövetelünknek az egyik fontos célja volt, hogy átadtuk egy közérdekű közleményt, és szeretnénk elérni, hogy a közérdekű közleményt adja le ez az intézmény. Közérdekű közleményt ugyanis még a jelenlegi törvények szerint nem csak a kormány adhat be, hanem független képviselők is. Ezt elkészítettük, és az Európai Uniós ügyészségről szóló aláírásgyűjtésről szeretnénk közérdekű közleménybe tájékoztatni a magyarokat. A második kiegészítésem, a képviselő asszony azt mondta, hogy a jövőben elképzelhető, hogy verőlegények fogják a ellenzéki képviselőket, legalábbis aki zavarja őket, azokat büntetni. Jelen pillanatban is vannak már verőlegények, itt is vannak önök között olyanok, ezek pedig a kormánypárti sajtónak a kiszolgálói, akik lejárató és egészen komoly fájdalmat, családoknak is komoly fájdalmat okozó büntetésekben részesítik azokat a képviselőket, akik kellemetlenek a kormánynak. Nyilvánvalóan megfelelő utasításra. Ebben az intézményben több információnk szerint Várhegyi Attila az, aki valójában az utasításokat megadja. Őt vele is jó lenne beszélnünk, nem tudunk vele beszélni, Pap Dánielt viszont mindenképpen meg fogjuk hallgatni vagy várni. A harmadik kiegészítés pedig, amit jól tudjanak, és amit tudni kell, hogy az az épület, ahova minket tegnap átkísértek, és gyakorlatilag zsaroltak minket,
nem engedtek be teljesen törvénytelenül, még mosdóra se engedték, azt mondták, hogy itt a mosdóra elmenni az aránytalanul megzavarja az intézménynek a rendjét, ezek szerint itt nem megy el senki se mosdóra. Átkísértek ezzel zsarolva minket ott egy távolabbi épületbe, egy M épület nevű épületbe. Ez látszólag ugyanez az intézmény, valójában az nem az MTVA-nak az intézménye, annak a tulajdona, azonban abban a Duna Média Szolgáltató működik. Ez nem helyettesíti, nem ugyanaz, mint ez az intézmény, ezért fogunk megpróbálni ismét bemenni, hiszen az MTVA az ettől független közintézmény, teljesen törvénytelenül tiltják meg országgyűlési képviselőknek, hogy bemenjünk. Az, hogy leültünk az előtérbe a tegnapi napon, az semmiképpen sem mondható annak, hogy megzavartuk volna a rendjét ennek az intézménynek. Én is üdvözlök mindenkit. Úgy látszik, hogy el kell jönni az MTVA bejáratához ahhoz, hogy fontos ügyeket is lehozzon a közmédia. Az elmúlt időszak, sőt az elmúlt 8 év minden mozdulata, MTVA-s mozdulata azt mutatja, hogy ez már rég nem köztájékoztatásról szól, hanem egyszerűen a hazugsággyár kiszolgálásáról. És azt gondoljuk, hogy a propaganda média nem közmédia. A közmédiának az lenne a dolga, hogy mindenről beszámoljon, az egész társadalmat tájékoztassa a különböző véleményekről, hogy ők utána saját maguk tudjanak erről véleményt alkotni. Ez nem történik meg manapság. Amikor arról beszélünk, hogy csatlakozzunk-e az Európai Ügyészséghez, az nem az ellenzéki érzelmű választópolgároknak az érdeke csupán, az egész magyar társadalomnak az érdeke. Amikor arról beszélünk, hogy el kell törölni a rabszolgatörvényt, az nem csupán az ellenzéki érzelmű embereknek az igénye, hanem az egész magyar társadalomnak az igénye. És amikor arról beszélünk, hogy a propaganda médiát fel kell számolni, és kiegyensúlyozott köztájékoztatásra van igény, az nem csupán az ellenzéki érzelmű embereknek tesz jót, hanem az egész társadalom igénye. Úgyhogy mi arra kérünk mindenkit, hogy álljanak ki mögöttem álló képviselők mögött, álljunk ki emellett az ügy mellett, ugyanis hogyha egy kiegyensúlyozott egészséges demokráciába akarunk élni, annak az alapja a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Amíg propaganda média irányítja a köztájékoztatást, addig csak párhuzamos valóságokba vagyunk hajlandóak élni, és addig arra vagyunk kényszerítve, hogy olyan dolgokról beszélgessünk, amit a másik fél nem ért meg. Mi olyan témát hoztunk most ide, Fatházy Ákos azért hozta ide az íveket is, illetve ezt a pultot, hogy minden egyes magyar választópolgárhoz eljusson az Európai Ügyészséghez való csatlakozásnak a kérdése, ami az egész társadalom nem csak jelenét határozza meg, hanem a jövőjét is. Hogyha mi egy olyan országba szeretnénk élni, ahol az adóforintjaink és az EU-tól kapott bármilyen támogatás közcéljait szolgálja, akkor igenis az Európai Ügyészséghez csatlakoznunk kell, hogy senki ne játszhassa ki ezeket a közös játékszabályokat. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy ezt a témát vigyék tovább, legyünk mi a közmédia, ha már a mögöttünk lévő intézmény nem hajlandó erről beszámolni, és nem hajlandó a közt kiegyensúlyozottan tájékoztatni. Köszönjük! Ha van kérdésük, akkor még várjuk. Nincs-e? Ha nincs, akkor megpróbálunk bemenni. Köszönöm. Egyébként lenne? Hát vagy, igen, tessék mondani. Kedves EHU TV-vel beszélek? Ekkor TV, Gácsó. Üdvözlöm, kedves Gácsó. Tegnap este azért, hogy a sonatok előtt bement, hogy a Fidesz nem ért már a szép szóból, és hogy csak ahogy erőben azt állnak, abból értenek. Mit értetek viszont? Hát verőregényeket küldenek ránk, nem tudják a törvényeket értelmezni. De önök, hogy azt mondja, hogy önök kell erőtte most állni, hogy erőtte. Teljesen világosan látszik az, hogy rengeteg ember elégedetlen ebben az országban, és teljesen világosan látszik az, hogy amikor emberek az utcán tüntetnek, amikor látják, hogy az ellenzék együttműködik, amikor látják azt, hogy a képviselők nem elégszenek meg annyival, hogy egy kérdésre azt válaszolja az ország miniszterelnöke, hogy boldog karácsony, akkor a Fidesz megijed. Ez a nagy helyzet. És én azt gondolom, hogy nekünk mindannyiunknak ki kell mozdulnunk a komfortzónánkból, mi is ezt tesszük, ezért vállaltuk fel azt, amit felvállaltunk, ezért voltunk benn nappal is és éjjel is a közmédiában, mert piszkosul nincs rendben az, hogy a magyar adófizeték pénzén magáncsatornát működtet magának a kormánypropaganda. Ezt értem az alatt, amit elmondtam. Azt szeretnénk, hogy érezze a kormány a törődést, és az elmúlt hetekben ezt megmutatták a magyarok, minden politikai nyomásgyakorlás elérheti a célját, akkor, ha megfelelően kitartó és elszánt, mi minden esetre kitartóak és elszántak vagyunk, és egészen biztosak vagyunk benne, hogy a magyar emberek most már
meg fogják mutatni, hogy ők is elszántak és kitartóak. Most megért, elmondta önöknek. Bocsánat, újabb kérdésem. Ismerenc Hadőr. Másik témában szeretnék kérdezni, a hétvégi tüntetést ugye a szakszervezetek szervezik. Önök csatlakoznak-e ehhez, valamely koncepció, vidéken lesznek-e, szervezeteik szerveznek-e, bármilyen megmozdulást erre a szakszervezetek által meghirdetett országos demonstrációra? Jó, parancsolj. Én szombaton Tatabányán leszek jelen egy tüntetésen, és egész hétvégén egyébként jelen leszek számos helyszínen, ahol különböző dolgok fognak történni, úgyhogy abszolút számíthatnak rám azok az emberek, akik szervezik ezeket az eseményeket. Azt gondolom, hogy mindenkinek ott kell megmozdulni, ahol csak tud, és nagyon fontosnak tartom, és a ma reggeli Valódi Hírek című Facebook híradónkban, amit innen a közmédiából sugároztunk, el is mondtuk azokat a vidéki helyszíneket, ahol útlezárások lesznek, és ahol tüntetések lesznek. Mint említettem, én a Tatabányain leszek jelen több képviselőtársammal, és nagyon fontosnak tartom megemlíteni azt is, hogy még külföldön is lesznek egyébként tüntetések. Tehát London, Berlin, Stuttgart, egy csomó helyszínen külföldre kényszerült, vagy külföldön élő magyarok is fognak megmozdulásokat szervezni. Csak azt tudom kérni mindenkitől, hogy állítsuk meg ezt az országot. Mert a rabszolgatörvény az egy olyan ügy, amiben mindenki egyetért, és megkockáztatom, hogy nem csak ellenzéki oldalon, hanem számos ember a kormánypártok oldalán is. Ezt a mostani eheti tiltakozást a szakszervezetek kérték maguknak, ezt ők szervezik igazán, természetesen részt veszünk rajta mi is, én Szekszárdon mindenképpen ott leszek, és arra hívok mindenki, hogy ők is csatlakozzanak. Minden tiltakozásnak a lényege az az elszántság és a kitartás, nyilván ez is egy állomása lesz ennek a tiltakozásnak. Csak egy fél mondattal egészíteném ki, ugyanis egy nagyon fontos dolog hangzott itt el, a közmédia erről sem számolt be korábban. Ez nem egy budapesti kisebbségbe szorult kis csoportnak a kérdése. A rabszolgatörvény melletti kiállás és a szakszervezetek támogatása, ez egy országos ügy. Január 19-én minden megyébe lesz legalább egy tüntetés és több száz útlezárás. Ezért mindenkit arra kérünk, a Momentum is ott lesz minden egyes ilyen helyszínen, mindenkit arra kérünk, hogy a hozzá legközelebb eső helyszínen legyen ott, álljon ki közösen, akkor is, ha érint minket a rabszolgatörvény, akkor is, ha nem. A magyar társadalom 83%-kal utasítja, úgyhogy ezúton is üzenem, hogy ez nem egy ellenzéki téma. Ha a társadalom 83%-kal utasítja, ez azt jelenti, hogy muszáj, hogy legyen benne Fidesz szavazó is. Az a kérdésem, hogy a többi ellenzéki parlamenti képviselővel tárgyaltak-e, beszéltek-e, hívták-e őket ide, illetve volt-e bármilyen kommunikáció, megjelenhetnek-e itt más ellenzéki képviselők is? Természetesen megjelenhetnek, és én bízom benne, hogy meg fognak jelenni. A jelenlegi kiállásunk, vagy a tegnapi érkezésünk egy meglehetősen hirtelen elhatározás volt, amikor én megkaptam azt a levelet, amelyikbe Pap Dániel arról tájékoztat, hogy én nem vagyok jogosult a ő általa vezetett intézménynek egyetlen egy dolgozójától sem információt kérni. Ez egyébként nincs így, ez teljesen törvénytelen. Én minden dolgozótól kérhetek információt az országgyűlésről szóló törvény alapján, de ő erről tájékoztatott, és utána a következő mondatban arról tájékoztatott, hogy ő viszont nem hajlandó velem szóba állni. Akkor nyilvánvaló volt az, hogy el kell jönni ide, és meg kell próbálni őt szóra bírni. Annak ellenére, hogy jó magam korábban egy műtéten estem keresztül. Folytatom. Tehát ez a próbálkozásunk, ez a képviselőasszonnyal közös elhatározás volt, és mielőtt eljöttünk, nem kértük a képviselőknek közvetlenül a segítségét. Ennek egyetlen egy oka van, hogy muszáj volt meglepetésszerűen érkeznünk, mert tartottunk attól, ami itt most várt minket, hogy bezárt ajtókat fogunk találni. Az, hogy egyáltalán tegnap be tudtunk menni némi trükkös segítséggel és a Jóisten, illetve a Fabinyi püspök úrnak a segítségével, még ez is egy véletlen volt, és tartottunk attól, hogyha esetleg ezt szélesebb körben szervezzük, akkor nem tudtunk volna bemenni. De a továbbiakban természetesen várjuk a
képviselő kollégáknak is a segítségét. Bocsát, ezt akkor jól értem, hogy azért nem mondták el a többi ellenzéki képviselőnek, mert attól tartottak, hogy tőlük kiszivárok? Ezt ne értse félre. Úgyhogy minden képviselőnek nyilván stábja van, és az, hogyha egy véletlen elejtett megjegyzésből is arról értesül a kormány, és arról értesül a Várhegyi vagy a Pap Dániel, hogy mi jönni akarunk, akkor ilyen ajtó várt volna minket a tegnapi napon is. Még egyszer mondom, nem akarnak minket beengedni az MTVA-ba, csak a Duna Média Szolgáltató engedtek be. Ez volt a célunk, a másik pedig az, hogy tényleg egy elég hirtelen döntés volt. Voltak más elképzelések is, ez a döntés jelent meg. Most a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy tehát akkor mostantól önök hivatalosan is már Igen, tehát ugye ez egy hosszú távú dolog lesz, amit elkezdtünk. Ugye pénteken kapta meg az Ákos a levelet a Pap Dánieltől, és úgy döntöttünk, hogy ugye megvárva azt az időt, ami a műtét miatti regenerálódáshoz kell, hétfőn bejövünk ide. Járt itt ugye Tordai Bence is, ő is találkozott egyébként Dobos Menyhért úrral. Ezt ugye mi live-ba közvetítettük, azt a teljesen abszolút beszélgetést, és én teljesen rendjénvalónak tartom azt, hogyha továbbra is együttműködik a teljes ellenzékben, hogy ez a cél, tehát ez vezet eredményre. Úgyhogy abszolút mindenkit várunk, mi magunk is azért döntöttük így, hogy itt maradunk, mert egyszer nem állnak velünk szóba. Ha tegnap Pap Dániel leült volna velünk, és végigbeszélhettük volna azt a 10 kérdést, amit Hadházi Ákos fel akar neki tenni, akkor valószínűleg már nem lennénk itt, vagy más formában lennénk itt, de fölháborítóan mit zajlik, és azért döntöttünk úgy, hogy ezt lehetett rászánjuk arra, hogy a közmédiát valamilyen szinten megpróbáljuk jobb belátásra kérjük. Ami miatt itt vagyunk, az elvileg akár ketten is el tudjuk kérni a képviselő asszonnyal, tehát azt, hogy leadják majd valamikor ezt a közérdekű közleményünket, illetve azt, hogy ezzel a jó emberrel beszélhessünk és kérdéseket tehessünk fel neki, ezt ketten el tudjuk kérni. A másik két célt, amit megfogalmaztam, tehát azt, hogy eltávolítsák őt arról a tisztről, amiről nyilvánvalóan alkalmatlan, és papírja is van róla, hiszen a bíróság megengedte, hogy hírhamisítóként beszéljünk róla, ezt nyilván ketten nem fogjuk elérni, és azt sem fogjuk tudni ketten elérni, hogy törvényileg tiltsák be a fizetett kormányzati propagandát. Ehhez nyilvánvalóan szükség van a képviselő társaimnak a segítségére, de ennél még fontosabb, hogy szükség van a magyar társadalomnak azon részének a segítségére, akik látják azt, hogy mi megy itt, és akik még nem tudott gyakorlatilag megtéveszteni és manipulálni a kormánypárti sajtó által évek óta folytatott propaganda lejárató hadjárat és manipuláló hadjárat. Mi fog történni, ha Pap Dániel nem tudnak beszélni az ma, holnap, az elkövetkezendő napokban, ez nem jön. Ezt akkor meg fogjuk mondani, amikor ez megtörténik. Egyelőre tartanánk magunkat a jogszabályokhoz, Pap Dánielnek ellenzéki képviselőkkel szóba kell állnia, az nem szóvállás, hogy nagyon is kioktatás elmegy. Ha már a szabályokat említette, akkor Dobos Menyhért ugye viszonylag részletesen tájékoztatta önöket a Dunától említett interjúban arról, hogy milyen hivatalos útjai, módjai vannak annak, hogy bizonyos kérdésekre választ kapjanak, és adott esetben meglegyenek az önök által áhított válaszok. Az lenne a kérdésem, hogy ezekkel esetleg élni akarnak-e, tehát hogy amiket ő mondott, hogy milyen úton, módon tudják begyűjteni az önök számára szükséges válaszokat, ezeket még fogják-e járni ezeket az utakat, vagy csak ezt az utat választják, amit önök elhatározott. Tisztelt Uram! Ugye Dobos Menyhért egy pendrive-ból érkezett, amin ő állítása szerint összefoglalta a mi jogainkat és kötelezettségeinket. Mi ezt a pendrive-ból tisztelettel visszaadtuk neki, ugyanis neki nincs benne a munkaköri leírásában az, hogy ellenzéki képviselőket oktasson. Én ennek megfelelően fogom kezelni azt, amit mondott, és meglennék lepődve, hogy a Hadházi Ákos másra reagálna arra a showműsorra, amit a vezérigazgató, aki nem tudja, hogy mennyi pénzzel gazdálkodik, nem tudja, hogy a biztonsági öröket az általa vezetett intézményben ki és hogyan utasítja, és nem hajlandó érdemben tárgyalni olyan kérdésekről, amik igenis a hatáskörébe tartoznak, ő megengedett magának. Hivatalos úton vagyunk itt, az nézze meg az országgyűlési képviselőknek a jogállásáról szóló törvény. Benne van, hogy akinek országgyűlési mandátumban van, amit a választópolgároktól kaptunk, annak joga van ebben az intézményben egyrészt szabadon közlekedni, másrészt ellenőrizni ennek a közintézménynek a tevékenységét. Nekünk ezt nem hagyják, ez itt a probléma. Teljesen hivatalos úton voltunk itt. Én nem nagyon látom értelmét őtől, most kérdeztünk nagyon konkrét, egészen tűpontos, egyértelmű
beszámolókról kérdeztük a véleményét, amit nem volt hajlandó elmondani. Dobos Menyhért semmilyen kérdésünkre nem válaszolt, mégis ez a beszélgetés nagyon sok mindent elárult. A konkrét felvetésére én válaszoltam, nyilván ezt is megnézhette, hiszen élőben közvetítettük. Azt mondta, hogy adjunk beadványokat, amikor valami nem tetszik. Akkor, hogyha azokról, a beszámolókról mindenképpen beadványt szeretnénk írni, amellyel megsértették az elvileg meglevő törvényt, akkor gyakorlatilag reggeltől estig minden reggel óránként 10 beadványt megírhatnánk. Ez nyilvánvaló képtelenség. Megkérdeztük a véleményét, hogy Ifjú Lomnici úrnak az interjúját, ahol egy önhöz hasonló riporter szólt neki, hogy egy kulcsszót bele kéne mondani, amit elvárnak tőle a szerkesztők, ezt ő hogyan értékeli, erre sem válaszolt. Én nem nagyon látom ezek után túl sok értelmét, hogy gyakorlatilag minden órában 10 hivatalos kérvénnyel forduljunk hozzá, különösen akkor, hogy amikor 3 konkrét beszámolóról országgyűlési képviselőként kértem volna a véleményét, akkor ezt nem volt hajlandó elmondani. Ha nincs más kérdés, akkor megpróbálunk bemenni, de köszönöm szépen a kérdésoromat. Aláírás. Kemény kamerázok, egész értékeny volt az ajtó, természetesen az Inka volt az ajtó, mert recepcióra szerettünk volna bemenni és jelezni a érkezésünket. Azonban egy akkor még kedves biztonsági őr azt mondta, hogy elnézést, de azt szeretnék kérni, hogy a másik ajtó menjünk be. Mi ezt megtettük, amire odaértünk, addig már a nagykaput is éppen bezárták, és utána visszajöttünk ide, akkor már ezt az ajtót is bezárták, nem ezt az egyet, hanem a benti ajtót zárták le. Úgy tudtunk bemenni, hogy Favinyi püspök úr jelent meg ezen a helyen, ő is szeretett volna bemenni, nyilvánvalóan nagyon kínos lett volna, hogy a püspök urat nem engedik be. És amikor ki kellett emiatt nyitniunk az ajtót, akkor a kijövő biztonsági őr mellett képviselőasszony be tudott menni. Majd ismét bezárult az ajtó, viszont a belső fotocellát elfelejtették kikapcsolni, és ezért a képviselőasszony belső fotocellát működtetésbe hozva tudott engem beengedni. Ezek után folyamatosan ki akartak minket tessékelni. Még egyszer mondom, csak az előterében voltunk az intézménynek. Úgy látszik, hogy itt már az is a rendellenes működéshez tartozik, vagy az aránytalan megzavaráshoz tartozik, hogyha képviselők az előterében vannak ennek az intézménynek. Mindent elmond a mai Magyarországról, mindent elmond, hogy mennyire fél ez a hatalom. Adott esetben még viccesnek is lehet ezt lehetni, de az 50-es éveknek a politikai életét is lehet utólag is, meg talán akkor is lehetett visznek gondolni, ez nem vicc. Nincs joguk ehhez, ez az épület az MTVA-nak a épülete, ahova minket átkísértek, az a média szolgáltató, a Duna média szolgáltatónak az épülete, nincs joguk kizárni képviselőnket, országgyűlési képviselőket az intézményben, föl fogjuk ismét hívni a rendőrséget ebben az útban. Jó, akkor... Köszönjük, hogy szerintem a beszélgetés, az abszolút egy olyan beszélgetés, amit az egész ország hallhat.
Jó napot kívánok, én Hatházi Ákos országgyűlési képviselő vagyok. A harmadik kerületben a Kunigunda út 64 szám alatt vagyok jelenleg az MTBL nevű közintézménynek a portálja előtt. Ezt a portált bezárták, és gyakorlatilag az országgyűlési képviselői jogainkat korlátozva, működésünket korlátozva ebbe az épületbe nem tudunk bemenni, ezért kérnénk rendőri intézkedést. Igen, igen. Országgyűlési képviselőként, Hatházi Ákos és Szél Bernadett országgyűlési képviselő. Kunigunda útja 64 szám. 64 igen, harmadik kerületben. Köszönöm szépen, köszönöm. Viszont hallásra. Akkor most várom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.